Sziasztok, szervusztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ma ezt az önjárós Yamaha fűnyírót fogom nektek bemutatni. Nemrég vásároltuk, és mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy ez mivel tud többet, mint a többi, és hogy mivel jobb. Hát, biztos, hogy sok mindennel, már a nézésre is, a többihez képest. Na nézzük. Kezdjük a motorral, ugye? Ez egy Yamaha MA190-es típus. Azt írja, külön itt van neki az olajzása. Ez is nagyon jó. Ugye kicsit rá is zoomolunk. Nagyon szuper. Már otthon el lett indítva. Nagyon szépen ketyereg. Ott a kipfogója. Nagyon jó. Tud ez ilyen oldalkidobós cuccot is, meg olyat is tud, ugye, hogy innét hátulról dobja majd a füjet ki. Csak én most ott hagytam a puttonyát neki. Nagyon szuper. Úgyhogy ez most úgy van beállítva, hogy ez most nem innét hátulra fog dobni. Mert ugye ehhez ugye jár egy puttony is. Hanem most oldal fogjuk ezt kirobatni. Meg ugye nem is olyan nagy a fű. Lehet látni ott a tracking is. És van neki egy ilyen magasságállítója. Ez is nagyon praktikusan van amúgy megoldva. Nagyon jó megoldás. És ugye itt vannak a fokozatok. Ugye ez ömmolok is. És ugye itt be lehet rakosni. Kati, szerintem nekünk ez a magasság tökéletesen meg fog felelni. Utóra még rápillantunk, ott egy picikét, aztán nézegessük végig itt a többi dolgokat. Ja. Oké. Na nézzük. Itt elől is mi újság van. Gyártya is elég masszív. Elég biztos, bomba biztosra meg van, látom, csinálva. Megszokotthoz nyilván praktikusabb megoldás is. Maga a vágóasztal az egy Jack's Garden EG20001 típus, de ez is nagyon jó, megismerjük ezt a márkát, úgyhogy ez a Garden is nagyon jó, itt a benzincsap, itt mutassa is, hogy merre nyit, merre zár. Úgyhogy most szépen nyitva is vagyunk. Ugye, nyitva is vagyunk, gyönyörűen. Nagyon szuper. Jó vastag amúgy. Különben az anyag, az benn van. Ugye ez még olyat is ugye tud, hogy ráhúzzátok a víztömlőt, de ez egy hülyeség, hogy ezt ide rá, losolóslagot aztán, hogy ide rá lehet húzni. De az kétlem, hogy az kiveretné belőle. Ja, meg automata szivatós. Meg automata szivatós amúgy. Itt megy az üzemanyag be. Ami már van is benn, mert ugye raktunk bele. Mi 100-as oktánnal tankolunk minden, srácok, motort, fűnyírót, dungelkaszát, tök mindegy. Úgyhogy mi 100-as oktánt használunk a legjobb. Úgyhogy a membrán az megúszza. Van ennek ilyen hát üdítő tartó. Tök jó amúgy. És az annyival jobb, srácok, szerintünk, hogy ezen ugye van gáz. Tehát ezzel kézzel tudom még a gázt szabályozni, és ez nem ilyen automata gázas, ilyen fix gázas, ami régi fűnyíróknál ugye javarészt van. Nem győzti futni utána. Nem győzte ugye futni, meg ugye nem lehetett ugye gáztani se neki. Hanem ebben itt lehet a gázt is szabályozni. És ez nagyon jó, srácok. Van ugye ez a kar. Kuplung, ugye ezt be kell húzni, és ugye akkor kell megrántani. Illetve, hogyha kiengedem ezt a kart, akkor ugye így megáll. Úgyhogy nagyon jó. Ez még a régi fűnyírókon is amúgy rajt van. Ezt is lehet kapcsolni. Ezt, tehát ha behúzom, akkor ugye
elindul, ha kiengedem, akkor megáll. Tehát elindul, megáll. Ja, így a kerekeket kapcsolja. Mind a kettő ugye, ha be van húzva, akkor ugye megy magától. Tehát, hogyha ez el van engedve, akkor megáll a gép, vagyis a motor. Ha ez be van húzva, akkor ugye megy, meg hajt a kerék, ha ez el van engedve, akkor ugye megáll a kerék. Tök jó gép. Ugye meg így van a ma. Ez ugye lehet állogatni itt a magasságokat, de ez így nekünk tökéletesen jó lesz. Na. Indítsuk is. Megnézzük, mit tud élesbe, srácok. De amúgy nem nagy fű van, de... Na, ráncom is. Sirulj, megnézzük, mit tud. De eddig meg vagyunk elégedve vele. Na, nézzük. Mekkora gázt adjak neki így? Hát, adj neki egy annyi gázt. Ráncs meg aztán. Nagyon... Nagyon szép hangja van amúgy neki. Nagyon szép kis hangja van neki. De lehet látni, hogy forog a kerék is. Meg a színe is tök jó, srácok, ilyen szép ezüstszínű. Szép ezüst színű. Szép ezüst színe van neki. A hangja az nagyon csendes, srácok. Tehát ez a Yamaha, meg ezek a japánok, ezek ugye nagyon, nagyon értenek ehhez a motor dologhoz, építéshez. Úgyhogy ott lehetett is látni, hogy forog a kerék rendesen. Hát igen. Nem kell erőt kifejteni. Jön egy kocs. Kicsit idébb jövök. Praktikus megoldás, gyerekek. Hát igen. Hát igen, a hátsó kerék hajt. Gyönyörűen lehet látni. Szépen dolgozik, srácok, meg vagyunk nagyon elégedve eddig vele. De ugye voltam tesómmal a boltba, piros boltba, és de hát tolni is, lehet tolni is, csak akkor azt akar. Ja, tehát hogyha az a kar el van engedve, akkor nyugodtan hátra lehet tolni. Tehát hogyha az a kar el van engedve, akkor nyugodtan hátra lehet ugye tolni maga a fűnyírót is, és mert ugye akkor megáll a hajtás. De nagyon jó kis fűnyíró. Reméljük, hogy sokáig meg lesz. Vigyázni kell rá. Olajszintet ugye kell ellenőrizni rendszeresen, és akkor nem lehet nagy baj.
Meg a színe is tök jó, srácok. Nagyon szépen dolgozik. Egy a lényeg, minőségi olajat kell beleönteni, vigyázni kell rá, és akkor sokáig az ember társa marad ez a masina. Na, megnézzük a gáz! Nagyon finom. Mert le teljesen az alapjáratot? Oké. Hát azért. Teljesen le van, mi várja? Hallgassátok a hangját, srác! Alig van hangja neki. Csakolom! Jó, rendben van! Csakolom! Hagyj neki egy kis gáz, Szoli! Nagyon jó hangja van, srácok! Ha ennyit erről, és akkor ez volt a Yamaha. Ide is számolni, hogy Yamaha itt a halalfóra, ne? Nem tudom, hogy állít. Ne, állít le. Látni. Aha. Picit rezert vibrál, de lehet látni. De ez volt a Yamaha. Tudjunk óra, hogy nem tudom, akkor lehet, Zoli. Tesóm, elköszönöm, én még egy picit még beszélek veletek, srácok. Tesóm az el is köszönt. Ez volt a Yamaha fűnyírónak a bemutatása. Hát... Marha meleg van. Na, azt akarom nektek mondani, hogy srácok, nagyon meleg is volt. Nagyon meleg is volt, meg ugye most a füsenőt nem is tudtunk sajnos videókat sem gyártani. Sajnos. Gomba szintén nem volt. Nagyon régóta nincs gomba, gyerekek, és még örülök, hogy még az idén lesz is egyáltalán valamennyi gomba. Nagyon várjuk mi is az esőt. De mondom, tesómmal megbeszéltem, hogy akkor kompenzállak ugye benneteket. Most kettő videóval is készülünk, a másik az egy stíl dzsungelkasza fog lenni. Annyit elárulhatok nektek. Úgyhogy most kettő videóval fogunk most kompenzálni benneteket. Lesz gombás videó is, nyilván hogyha lesz eső, akkor lesz gomba is. De most jelen pillanatban nincs. Lesznek még ilyen hasonló videók. Ha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor jelezzétek egy like-ot felénk, és nyugodtan megírjátok meg kommentbe, hogy milyen gép volt szerintetek ez a Yamaha, de szerintünk nagyon jó kis gép. De amúgy nem sokat, most nem akarom a boltot reklámozni, hogy hol vettük, ezt nem mondom meg, de lényeg a lényeg, hogy volt olyan négy vagy öt darab belőle, de olyan hamar elkapkodták ezt a fűnyíró típust, hogy az eszméletlen, srácok. Tehát utána minden, ki ezt a Yamaha fűnyírót kereste, srácok. Na. Bízzunk benne, srácok, hogy sok eső lesz, bízzunk benne. Még lesznek ilyen videók, mindenféleképpen ilyen traktoros, fügyírós, dzsungelkazás is. És hasonló videók biztos, hogy még fognak lenni. Srácok, legyenek jók! Tetszett a videó, akkor mindenféleképpen
Dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok a csatornánkra fel. Szabi Zoli, Szazó voltunk, és ez volt a Yamaha fügyírónak, az önjárós fügyírónak a bemutatása. Szabolcs voltam. Tesó, meg ott megy, innen mutatom. Látni innét? Ott megy, tesó. Tesó meg, Zoli. Sziasztok!